Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Egyre gyakoribbak a szabadtéri tüzek, több mint 140 hektár lett oda csak Tolna megyében már idén. Négy intézményt korszerűsítenek, 27 millió forintot tud felújításra fordítani a Bonyhádi Városkapu bölcsőde és óvoda. Szeptember végére elkészülnek a munkálatok, 125 millió forintból fejlesztik az általános iskolát Bátaszéken. 13. országos tűzoltó szakmai verseny, Paksi lett a második legjobb sofőr. Több mint 140 hektár erdő és termőterület égett már le csak Tolna megyében idén. Egyre gyakoribbak a szabadtéri tüzek. A bajt minden esetben az ember okozza. Tűzoltók készítették ezeket a felvételeket néhány napja. A Veszprém megyei Tótvázsonynál 30 hektáron égett lábon álló gabona, de nem kell ilyen messzire mennünk, hogy hasonló képeket lássunk. Ezek a fotók már Tolna megyei lánglovagoktól származnak. Az országnak ezen a részén is egyre több a szabadtéri tűz. Ebben az évben eddig összesen 148 esetben kellett vonulnia a Tolna megyei tűzoltóknak, tehát szabadterek tüzeihez. Ez nem kevés az a szám, csak július 2-a óta, azóta van ugye az országos tűzültési tilalom érvényben. Azóta gyakorlatilag majdnem megduplázódott a tűzzel érintett területeknek a nagysága. Ez azt jelenti, hogy csak Tolna megyében idén már 144 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Hiába az országos tűzgyújtási tilalom, ezek az esetek kivétel nélkül mind az emberi figyelmetlenségnek tudhatóak be. Mellőzzük minden egyes pillanatban, tehát feltétlen mellőzzük gyakorlatilag az égő cigaretta vagy cigaretta csíknek az elhajítását. Ezeket a száraz területeket az aszályos időszakban egy pillanat alatt lángba tudják borítani, gyakorlatilag futó tűzként tud tovább terjedni a tűz. Az országos tűzgyújtási tilalom minden szabadtéri területre vonatkozik. A lakosság számára az átlagos fogyasztás felett is a valós piaci árnál alacsonyabb díjakat állapítottak meg a villany- és gázfogyasztásra, jelentette be a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos csütörtökön. Németh Szilárd azt mondta, meghatároztak egy limitet, ameddig a gázt és a villanyt mindenki rezsicsökkentett áron kapja. Hangsúlyozta, bevezettek egy új tarifát, az úgynevezett lakossági piaci árat, amely jóval kisebb, mint a versenypiacokon tapasztalható díj. 2523 kWh per év fogyasztásig 36 forintért kapják a magyarok az áramot, e fölött pedig 70 forint 10 fillérért. Ez a limit a földgáz tekintetében 1729 köbméter per év, ez 144 köbméter per hónapban határozható meg, és a villamos energiánál pedig 2523 kWh per év, ami pedig egy 210 kWh-s havi fogyasztásnak felel meg. Eddig a határig mindenki, minden magyar család, minden magyar fogyasztó az eredeti rezsicsökkentett áron kapja az áramot és a gázt is. A szombat éjfélig elrendelt harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvége első napjára felfüggesztik a nehéz tehergépjárművek forgalomkorlátozását, vasárnapra pedig feltételesen lépett életbe a kamionstop feloldása, ha az országos tisztifőorvos a hőségriasztás meghosszabbításáról döntene, közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium. A nehéz tehergépjárművek a hőségriasztás miatt szombaton egész nap szabadon közlekedhetnek a belföldi utakon. A felforrósodott vezető fülkékben a várakozás ugyanis árthat a hivatásos sofőrök egészségének, a továbbindulás után jelentősen leronthatná a koncentrációs képességüket. Az energiárak növekedése a tűzifa beszerzési árára is rányomta a bélyegét, komoly drágulásra számíthatnak a vegyes tüzelési kazánokat használók. Tamásiban a legnagyobb kereset az akác és cserfára mutatkozik, utóbbinak jelenleg közel 4000 forint mázsája. A szakember azt mondja, most már az is felkeresi a tüzépet, aki eddig csak gázzal fűtött. Gőzerővel folyik a munka a fatelepeken, ahol igyekeznek kiszolgálni a már térre készülő lakosság tűzifára tett igényeit. Az idei évben korábban megkezdődtek a rendelések. A tamási tűzépen a törzsvevőkön kívül újak is feltűntek, az emberek igyekeznek készleteket felhalmozni, mint mondja az ügyvezető. Annyira megnövekedett a rendelések száma, hogy jelen pillanatban nem is tudunk felvenni rendelést,
mivel nem látjuk a végét, hogy mikorra tudjuk teljesíteni. Tehát igazából fánk van, de a leaprítás az ugye időbe kerül, és ezt pontosan nem tudjuk, hogy a 3500 mázsát, amit felvettünk rendelést, azt mikorra tudjuk teljesíteni, ezért most per pillanat nem veszünk fel. A lakosság részéről a legnagyobb igény az aprított, akácés, cserfára mutatkozik. A tűzifa árának emelkedése mellett azonban a szénnel fűtőknek is komoly pluszköltséggel kell számolni a téli tüzelő beszerzésekor. A szén az nagyon megdrágult, és ráadásul tehát nagyon-nagyon nehézkesen is hozzák be külföldről. Mi elsősorban Csehországból, Lengyelországból importáltunk be, egy ilyen 25 kamion szenet adtunk el egy szezonba tavaly évben. Hát ezt most sajnos úgy látjuk, hogy ilyen áron nem biztos, hogy fog működni a továbbiakban is. A fán és a szénen kívül a másik közkedvelt fűtőeszköz a brikett, melynek ára legalább 50%-ot emelkedett a közelmúltban. Idén több mint 27 millió forintot tud felújításra fordítani a Bonyhádi Városkapu bölcsődei óvoda. Ebből az összegből 4 intézményt fejlesztenek. A munkálatok során többek között a vizes blokkok cseréje is megtörténik. A jelenlegi munkafolyamat az utolsó állomása annak az óvoda felújítási programnak, melyet néhány éve elkezdett Bonyhád város, és aminek elsősorban a vizes blokkok korszerűsítése volt a célja. Ezen felül további rekonstrukció zajlik majd az intézményrendszerben, melyre a város önkormányzata minden eddiginél több, 27,5 millió forint forrást biztosít a költségvetésből. Évek óta tart egy program, ami a mosdók rehabilitációját jelenti, a gyermekmosdókét értelemszerűen, és ez fejeződik be az idei évben. A 4 óvoda közül a szélkakasos óvoda az, amelynek a mosdói nem kerültek még így be a sorba eddig, és most a legnagyobb örömünkre, ugye itt 4 nagy mosdóról van szó, ez megtörténik. Ez önmagában közel 17 millió forint kiadást jelent, úgyhogy a felújítási keretünknek a jelentős része ide fordítódik. Emellett az udvari játékok jelentős része is korszerűsödik majd a következőkben a város fenntartásában lévő intézményrendszerben. A mai is sugárovoda vízelvezetésének gondjai is megoldódnak idén. A legfontosabb egy egészen modern új kerítés kerül a Majosi óvodába. Nem is tudom pontosan a nevét, a műszaki osztálytól megkérdeztem, ez egy nagyon korszerű modern kerítés, egy úszókapuval. A szélkakasos óvoda felújítási folyamatában a villamos hálózat korszerűsítése is az elképzelések között szerepel, hiszen közel 50 esztendős a rendszer. Az idei esztendő költségvetése az új rendszer terveinek elkészítését fedezi majd. Az óvoda megközelíthetőségében is változás áll be ősztől, hiszen az udvar hátsó részében parkolók kialakítását tervezik. Az intézmény 4 csoportjában közel 100 kisgyerek tölti a mindennapjait, és a reggeli és délutáni órák közlekedési tumultusában adhatnak majd segítséget az új gépkocsi váróhelyek. Csütörtök este 8 órakor hozzák nyilvánosságra az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, amiket először a www.felvi.hu oldalon nézhetnek meg a diákok. De ezzel párhuzamosan 8 órától SMS-ben is értesítést kapnak arról, hogy az általuk megjelölt melyik képzésre kerültek be. A felvi.hu statisztikái szerint idén 99.192 diák jelentkezett az ősszel induló felsőoktatási képzésekre. A következő néhány napban befejeződik a tanévkezdéshez szükséges valamennyi tankönyv gyártása, jelentette be a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára csütörtökön. Maruzsa Zoltán kiemelte, a háborús infláció okozta nehézségek, a papír árának emelkedése és minden technikai logisztikai akadály ellenére zavartalanul legyártottak 13 millió tankönyvet. Köszönhető ez annak, hogy a kormány az előző években az ellátás biztonsága érdekében jelentős lépéseket tett. Az iskolák idén 11,8 milliárd forint értékben rendeltek tankönyveket, ebből 329 millió forintot költöttek speciális nevelési igényű gyerekeknek szóló taneszközökre. A tervek szerint szeptember végére elkészül a Bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskola energetikai korszerűsítése. A beruházás 125 millió forintból valósul meg, erre egy pályázaton nyert forrást az önkormányzat. Jó ütemben haladt Bátaszéken a Kanizsai Dorottya általános iskola energetikai felújítása. Az intézmény két részén a C és D épület teljes homlokzat szigetelése valósul meg. Napokon belül elkészül, ezen munkátokon belül
alapos tetőknek is a megfelelő hő, illetve vízelleni szigetelése is. A kivitelezőtől kapott tájékoztatás alapján a jövő héten megkezdődik a lapos tetőre annak az 50 kW-os naperőműrendszernek a feltelepítése, ami nagyban segíti majd, hogy az épület villamosenergia költségei egy kicsit jobb állapotba kerüljenek. Illetve egy napkollektor áthelyezése is megtörténik. A beruházásra egy pályázaton nyert összesen 125 millió forintot az önkormányzat. A befejezési határidő az október, de a kivitelezőtől kapott tájékoztatás alapján nem szeretnének addig ezekkel a munkálatokkal itt időzni. Mi úgy gondoljuk, hogy szeptember közepére azért teljes egészében első osztályi minőségben át tudjuk majd venni ezt a beruházást. A polgármester elmondta, hogy 2008 és 2010 között az épület komplexumot már 1 milliárd forintból részben korszerűsítették energetikailag. Akkor többek között új fűtési rendszert építettek ki, nyílászárókat cseréltek, és a villamos hálózat felújítása is megtörtént. Folyamatosan lehet jelentkezni határvadásznak, várnak minden 18 és 55 év közöttit, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte, a határvadászok szűkebb feladatot látnak el, mint a rendőrök, ezért a kiképzésük is rövidebb időt igényel. Az alapkövetelmények közé tartozik a 8 általános iskolai végzettség és a meghatározott fizikai állóképesség. A határvadászoknak jelentkezők már a kiképzés alatt bruttó 300 ezer forintos fizetést kapnak, a sikeres vizsgázók közel 400 ezer forintot kereshetnek, a legjobb 10%, akik extrémebb feladatokat látnak majd el, még magasabb fizetésre is számíthatnak. A határvadászoknak szolgálati lakást is tudnak biztosítani, illetve a határvédelemmel kapcsolatban széleskörű jogosítványaik lesznek. Például fegyverviselési lehetőségük, igazoltathatnak és átvizsgálhatják a ruházatot, valamint a csomagokat is. Pakson szolgál Magyarország második legjobb tűzoltóautó sofőrje. Kovács Zoltán a 13. országos tűzoltó szakmai versenyen szerzett ezüstérmet. Mint elmondta, csak a gyakorlás miatt indult a megmérettetésen, de a következő alkalommal már az aranyéremre hajt. Hátra szlalomba is simán kikerüli a bolyákat Kovács István, a paksi hivatásos tűzoltó parancsnokságnál szolgálatot teljesítő lánglovag. Nemrég az is kiderült, hogy ő Magyarország második legügyesebb tűzoltó autósofőrje, hiszen ezüstérmet szerzett a 13. országos tűzoltó szakmai vetélkedőn. Volt egy vezetéstechnikai pálya, azon kellett végigmenni, ez tökölön volt. Utána pedig vissza kellett menni 100 halombattára, és ott pedig volt a csoportos feladat. Utána a következő nap volt egyéni a beosztottaknak, az irányítóknak és a gépjárművezetőknek egyéni teszt feladat volt. És akkor az ilyen elmélet. És akkor ezt összeadták, és így lettem második, mint gépjárművezető egyéni. Hozzátette azt is, nem akart ő ezzel bizonyítani semmit, egyszerűen csak gyakorlásnak fogta fel az egészet, és mellette még jó társaságban is volt. Istvánnak nem ez volt az első versenye. Voltam, azt hiszem 2017-ben voltam országoson, csak akkor nem mint hivatásos, hanem Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel voltam, és ott a nem hivatásos kategóriában pedig harmadik helyezett lettem. Az országos szakmai versenyt két évente rendezik meg. Kovács István célja az, hogy 2024-ben aranyéremmel térjen vissza a paksi laktanyába. Regionális híreink következnek. Népszerű a kisvasút, hétköznapokon is sokan utaznak a Balatonfenyvesi járattal. Már több eljárás is folyamatban van Baranyában, hamarosan indul a parlagfű szezon. Néptánc, kézműveskedés, sváb ételek, hagyományőrző német nemzetiségi tábor tartanak Bolyban. Hétköznapokon is töretlen a Balatonfenyvesi kisvasút népszerűsége. Sokan a családjukkal vagy éppen kerékpárral vágnak neki a kirándulásnak. A Balatonfenyvesi kisvasút járatai kifejezetten népszerűek, főleg a borúsabb nyári napokon, hiszen egészen a csisztapusztai termálfürdőig lehet velük utazni. Rossz idő van a Balatonon, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy most meglátogatjuk a csisztafürdői termát, úgyhogy ezért megyünk most. Az elmúlt két évben a Balaton környékén lévő egyetlen kisvasút teljesen megújult. Nem csak a nyomvonalat, hanem a megálló épületeket is rendbe tették. Így nem csoda, hogy egyre többen váltanak jegyet egy-egy a Berekbe vezető kirándulásra. A tavalyi évben több mint 100 000 jegyváltó utasunk volt.
Ez az előtte lévő évet körülbelül 50%-kal haladja meg, és ebben az évben is arra számítunk, hogy a tavalyihoz képest további 20-30 ezer utas fog ellátogatni a Balatonfenyvesi kisvasútra. Balatonfegyver számára minden idegenforgalmi látványosság kiemelten fontos, így természetesen a kisvasút is. E balatoni kisvasút 70 éve szállítja az utasokat. Balatonfenyvesről indul és a Berekben kanyarog. A látogatók útközben felfedezhetik a térség gazdag növény és állatvilágát, valamint a híres fehér vízilápot, ahol számos vonuló madarat is meg lehet figyelni. Már 27 eljárás indult Baranyában a parlagfű mentesítése elmaradása miatt, tudtuk meg a helyi kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályvezetőjétől. Csízi Gábor stábunknak azt mondta, hogy még ugyan nincs szezonja, a gyomnövény már több helyen fellelhető. Fontos, hogy a földtulajdonosoknak maguknak kell gondoskodni az irtásról, ellenkező esetben pénzbírságot is kaphatnak. Hamarosan kezdődik a parlagfű virágzása. A jogszabály szerint azonban ki kell írtani a gyomnövényt. Bár a szezon még nem kezdődött el, már most is található belőle egy-egy helyszínen néhány tő. Több eljárás is folyamatban van a Baranya megyei kormányhivatalnál. Jelen pillanatban 27 eljárás indult eddig parlagfűmentesítés elmaradása miatt, illetve ott, ahol a jogszabályi feltételek fenntálltak, ott a közérdekű védekezést is elrendelte a hatóság. Az ezzel kapcsolatos bírságok kiszabása még folyamatban van. A gazdálkodóknak elsődleges kötelességük, hogy a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozzák. Ezt az állapotot pedig a vegetációs időszak végéig fenn kell tartani. Általában október elejéig tart a parlagfű szezonja, addig a hivatal munkatársai is ellenőrzik a megye területét. Jelenleg a legfontosabb feladat az aratások utáni tarlóápolási munkák elvégzése, de ahol már megjelent a gyom, ott haladéktalanul gondoskodniuk kell az érintetteknek a mentesítésről. A virágbimbó kialakulását kell megakadályozni. Amennyiben ez nem történt meg, a hatóság minden esetben az eljárást lefolytatja, növényvédelmi bírság kerül kiszabásra, ami a terület nagyságától függően 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. Abban az esetben, hogyha a közérdekű védekezés is elrendelésre került, és a gazdálkodó nem tett eleget a gyommentesítési kötelezettségének, ott a hatóság hajtja végre a közérdekű védekezést, aminek a költségét szintén a gazdálkodóra ráterheli. A szakemberek egyébként hamarosan légi felderítést is végeznek, hogy minél nagyobb területet vizsgálhassanak meg a lehető legrövidebb idő alatt. Idén, július végére, augusztus elejére várják a parlagfű virágzását, de aki allergiás erre a pollenre, annak már most is okozhat tüneteket. 17 ország 150 versenyzője érkezik jövő héten Kaposvárra, a junior és fiatal lovastornász Európa-bajnokságra. A magyar színeket 14 sportoló képviseli majd a kontinens viadalon. A magyar válogatott tagjai már ma délelőtt ízelítőt adtak tudásukból. A junior és fiatal lovastornász Európa-bajnokság résztvevői egy történelmi eseményen vehetnek részt Kaposváron. Ilyen történelmi jelentőségű esemény is, hiszen most rendeznek először fiatal lovastornász kategóriában is Európa-bajnokságot, úgyhogy itt avatnak először ilyen bajnokot. Nagyon sok nevezés érkezett, 17 ország adta le a nevezését, és körülbelül 150 versenyzőt fogunk látni. A kaposvári kampusz lovardájában 2017-ben Póni Európa-bajnokságot, 2018-ban pedig junior lovastorna EB-t rendeztek. Az elmúlt években sokat fejlesztettük a Pannon Lovas Akadémia infrastruktúráját, melynek köszönhetően alkalmas lett arra, hogy szinte minden héten helyi, térségi, megyei, regionális lovas versenyeket rendezzünk minden korosztály és több szakág számára, és egyre gyakrabban tudunk rendezni nemzetközi versenyeket is. A rendezésből pedig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem dolgozói és diákjai egyaránt kiveszik a részüket. Mindenki számára, aki kilátogat a Lovas Akadémiára, vagy egy Voltis EB-re, vagy egy militári versenyre, az egyből szembe tűnik, hogy itt 50-100 ember mozog egyszerre. Tehát gyakorlatilag ezt nem tudjuk máshogy megoldani, csak úgy, hogy aktív részt vesznek az egyetemi dolgozók benne, és a hallgatóink. A megyeszékhely alpolgármestere a mai sajtótájékoztatón kiemelte, egyre több rangos sportesemény érkezik a városba, melynek köszönhetően egyre többen kapnak kedvet a mozgáshoz. A kontinens viadal július 27-én kezdődik majd, a belépés a nézőközönség számára díjtalan.
Két turnusban tartanak, hagyományőrző német nemzetiség és tánctábor bolyban. A kisebbek után ezen a héten a középiskolások táncolnak, kézműveskednek, sváb ételeket készítenek, tájházba látogatnak, kirándulnak és német drámapedagógiai foglalkozáson is részt vesznek. Pekes kifli készül éppen a Bói Általános Iskola nemzetiségi tankonyhájában. A helyi táncegyüttes tagjai vesznek részt abban a táborban, ahol a néptánc mellett a német kultúrával, építészettel, színjátszással és gasztronómiával is megismerkedhetnek a fiatalok. Én mindig is gondolkodtam azon, hogy egyszer szeretnék komolyabban foglalkozni a sütéssel, de magamtól még nem kezdtem el, de ez egy jó kezdés volt, hogy így most itt kipróbálhattam. De hogy mitől jó a pekes kifli? Felfuttatunk egy kis élesztőt a liszthez, teszünk hozzá sót, zsírt, tejet, vagy hát ugye a tejbe futtatjuk az élesztőt, összekeverjük, gyúrjuk, nem túl kemény, nem túl lágy tésztára, kelesztjük egy 10-20 percig, most nyáron elég a 10 perc és 15. Télen kicsit tovább tart, mert hűvösebb az idő, utána szépen kisodorjuk, minden kis gombócot 8 felé vágunk, a gyerekek felsodorták, megkenték tojással, megszórták sajttal, szezámmaggal mehet a sütőbe. A hagyományőrző német nemzetiségi és tánctáborokat 2010 óta szervezik meg Bójban. Minden táborunknak, akár iskolai tábor, akár a német önkormányzat által támogatott táborok, itt kötnek ki általában egy fél napra vagy egy napra az iskolának a kis tankonyhájában, amit szintén pályázati pénzen tudott a német önkormányzat pár évvel ezelőtt kialakítani, egy nagyon kedvenc helyszín, akár az óvodásoknak, akár a táborozó gyerekeknek, és mindig valamilyen sváb ételt készítenek. A tábor 5 napja alatt kézműveskednek, tájházba látogatnak, kirándulnak, és német drámapedagógiai foglalkozáson is részt vesznek a fiatalok. Végül mutatjuk főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Egyre gyakoribbak a szabadtéri tüzek, több mint 140 hektár lett oda csak Tolna megyében már idén. 4 intézményt korszerűsítenek, 27 millió forintot tud felújításra fordítani a Bonyhádi Városkapu bölcsőde és óvoda. Szeptember végére elkészülnek a munkálatok, 125 millió forintból fejlesztik az általános iskolát Bátaszéken. 13. országos tűzoltó szakmai verseny, Paksi lett a második legjobb sofőr. Pénteken még tovább melegszik a levegő, helyenként már 40 fokot is lehet majd mérni árnyékban. Mérsékelt felhősödések is várhatóak a nap folyamán. A délután második felében, illetve az esti időszakokban erősebb gomoly felhősödés mellett kevés helyet érinthet csapadék is. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!